22. alkalommal rendezték meg a Jókai Mór nyári egyetemet, mely az idén is sok pedagógust vonzott, 7 szakcsoportban 10 munkacsoport dolgozott, és a gazdag programba belefért a történelmi városnézés, illetve egy szentendrei kirándulás is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a nyári egyetemen nem csak hazai hallgatók vannak, de a Kárpát-medencéből is érkeztek pedagógus kollégák Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból. A pedagógusok a 10 hónapos munka után egy kicsit megpihenve, nem görcsösen dolgozhatnak, továbbképezhetik magukat, de ezen kívül még olyan hozadéka is van, hogy találkoznak évente egyszer legalább az ország pedagógusai, kicserélhetik tapasztalataikat, és nagyon-nagyon szoros barátságok szoktak itt születni. Vannak hagyományos programjaink, ez a vizuális nevelés, az élményszerű vizuális nevelés, ezen kívül új programnak számít, igaz, hogy már a tavalyi évben is volt a néptánc, amire rengeteg jelentkezőnk van, úgy látszik nagyon szeretnek táncolni a pedagógusaink. Vannak akkreditált programjaink, ugye erre is most nagyon nagy szükség van, mert a kreditszerzés folyamatában vagyunk. Ilyen akkreditált programunk a projektoktatás, a kooperatív tanítás és a magyar nyelv és irodalom. Ezen kívül, ami új ezen az egyetemen, a regionális és helyi ismeretek az alapiskolában is, illetve az iskolai klubokban.